Köszöntök mindenkit Rómából, eljött az E-konferencia liga döntője, a második konferencia liga döntő. Tavaly a Real Madrid a Leicester City győzte le a fináléban és nyert, és most is nyerhet egy spanyol együttes E-konferencia ligát. Ezúttal azonban nem angol, hanem francia az ellenfél. A Real Betis ugyanis az Olympique Marseille-jel találkozik, és hogyha tényleg itt végigkövettük a két csapatot, főleg tavasszal, hiszen a Marseille ekkor csatlakozott az idei EKL-hez, hát természetesen teljesen megérdemelte van itt a római fináléban mind a két csapat. Hát meglátjuk, hogy melyik csapat nyeri végül itt az idei E-konferencia ligát. Jön tehát a döntő Rómából Marseille Betis. Az európai kupákban tehát jönnek a döntők, többek között most a konferencia liga fináléja itt Rómából, a Stadio Olimpicóból, Marseille Betis, ugye a Róma az Európa ligában döntőzik ugye az Aston Villa ellen Sevillában, úgyhogy összességében ugye a Betis, amely sevillai csapat, ugye ott meg az E-konferencia liga döntőjének házigazdája a Róma játszik, érdekesen jött ki. Mindenesetre nézzük a két csapat kezdőjét, ami a Marseille-t illeti. Ruben Blanco véd majd kezdő a védelemben, Kolasinac, Csaletecár, Saliba, illetve Lirola, Veretu, Gendouzi, Gerson a középpályán, illetve a két támadó majd Suárez, valamint Bakambu lesz a mai meccsen, ugye Bakambu főleg a Wolfsburg ellen, illetve csereként beszállva a West Ham ellen is remekül teljesített, és ott van az a Payet, aki tényleg kivette a részét, oroszlán rész vállalt abból, hogy a Marseille legyen a döntőben. Ugyanez igaz Fekirre, a másik oldalon ez a Fekir-Payet párharc is nagyon érdekes lesz a mai meccsen, de kezdő Iglesias, akinek szintén fontos góljai voltak, Juanmi, Canales, Guardado, Rodriguez, Moreno, Bartra, Pedzella, Sabali, a kapuban pedig Rui Silva, úgyhogy összességében az alapkezdő mind a két csapatnál a mai meccsre. Sötétkékben játszik ezen a döntőn majd a Marseille, illetve zöld-fehérben a Betis. Ugye amelyik csapat ezt az E-konferencia ligát megnyeri, az jövőre nálunk a Football TV All-Star tornán is részt vehet, úgyhogy ez is a tét, de nyilván mind a két csapatot elsősorban a trófea motiválja. Jó labda rögtön, és Bakambu lőhet, és megvolt az első kísérlet a meccsen, de hát ez azért valószínűleg nem az első félidő legveszélyesebb helyzete lesz. Bakambu próbálkozott messziről a negyedik percben, aki ugye volt a Villarreal játékosa, úgyhogy ő azért már ismeri a spanyol labdarúgást, és játszott már azért a Betis ellen, mármint a klub ellen, hiszen azért nyilván nem pontosan ez ellen, a 11 ellen, amely most a Betisnél pályára lép. Moreno. Moreno indulhat el. Moreno jól tolja meg a labdát. Moreno teszi középre, ott van Fekir előtt, és aztán ott a gól! Iglesias! A döntőben is gólt szerez, és a 9. percben már is megszerzi a vezetést a Real Betis az E-konferencia liga döntőjében. Nem kellett tehát sok idő a gólhoz. Iglesias góljával vezet a Betis. Ugye pont francia ellenfelet búcsúztatott a Betis együttes az elődöntőben, akkor a Lille-t sikerült kiejteni. Előtte ugye a Benficát, illetve a Fehérvárt idén tavasszal, és most a Marseille ellen megvan a vezetés. Iglesias góljával 0-1, de hát ugye a Marseille nagy ágyúkat búcsúztatott, mint például az Arsenal, vagy a West Ham, de ugye negyed döntőben a Wolfsburgot is sikerült kiejteni. Most egyelőre hátrányba kerül a Marseille Betis ellen. Bakambu. Bakambu jól csinálja egyedül, Bakambu kifelé, sok volt. Rui Silva. Minden esetre a Betis ezzel a korai Iglesias góllal megadja az alaphangot ennek a döntőnek. Moreno. Jó labda ott, Juanmi. Lirola, ott tudja szerezni a labdát. Lirola jól tovább Payet, indulott Bakambu, Bartra végül hátra ér időben. Bartra, Moreno, vissza Bartrának. Guardado, Moreno, Gendouzi, dobhat majd a Betis. Nálunk ugye semmelyik európai kupasorozatban korábban nem jutott be a döntőbe ez a két csapat. Most idén itt a nagy lehetőség arra, hogy nem csak döntőzik, hanem trófát is nyer valamelyik csapat. Egyelőre úgy néz ki, ez a Betis lehet. Csaletecár. Bakambué a labda. Ugye francia csapatok közül nálunk az E-bajnokok ligájában még a Paris Saint-Germain döntőzik. Iglesias közben óriási védés. Ruben Blanco. Könnyen meg lehetett volna Iglesias és a Betis második gólja is. Csaletecár. A spanyol csapatok becsületét azonban a Betis mentheti meg ezzel a döntővel. Suárez
Egyedül viheti Suárez helyzetben, és elönzőzi Ruiz Silva bravúrja, de még mindig ott a labda szöglet. Pálya teljesen üresen jött Luis Suárez mellett. Jöhet a szöglet, Bakambu fejjel Ruiz Silva. A Lille ellen nem sok dolga volt a két meccsen, most azonban megdolgoztatták kétszer is. Bakambu. Jó labda Payetnek. Payet. Payet messziről, Ruiz Silváról jön ki. Bakambu még egyszer, Ruiz Silva megint. Hát egyelőre azért főszerepe van ma Ruiz Silvának, viszont Bakambu már lesöllött, úgyhogy szabad rúgásra jöhetett a Betis, nem szöglettel a Marseille. Fekir veszít labdát. De mondom, a Fekir Payet párharc is nagyon érdekes a mai döntőben. Úgyhogy mondjuk a két gólzsák, Bakambu vagy Iglesias, én neki jobban ebből a döntőből. Hát úgy néz ki, Iglesias már ő tudott csak eddig betalálni. Payet, na most ő is gólt lőhet. Payet, oly, de nagy lövés volt, Ruiz Silva. Hát mutatott Payet abból, amit tud. Most szögletet rúg, Bakambu felé, Ruiz Silva húzza le. És most rúgja előre Ruiz Silva, Juan Mi irányába. Azonban megvan a Marseille-nek, Payet. Payet egyedül, lejön a blokkról, Szabeli aztán. Ő tudott tisztázni. Csaletacár. A lefejelt labda még Iglesiasé. Iglesias. Iglesias tolná meg, Iglesias még mindig Veretu. Gyenduzi. És ezzel megint ellépett egy kontrával most a Marseille. Payet egyedül, Bartra mellett, Payet gólhelyzetben, Payet vissza, Gendouzi fordul be, és aztán Ruiz Silváról kijön ez is. Óriási, amit ma nyújt a kapus. Bakambu a Betisnél, Bakambu középre, és aztán Payet sem tudja közvetlen közelről berugni, de már lesen volt Payet. Hát ennek ellenére Ruiz Silvának van, még lesről sem lehet gólt lőni. Bartra. Hát, hogyha így nyújtja az egész mérkőzést, vagy hát ilyen teljesítmény nyújt az egész meccsen, Ruiz Silva, akkor már most oda lehet adni a trófát a Betisnek. Veretu. Óriási labda, Luis Suárez mehet zicserben. Na nézzük, ezt be tudja előni már. Suárez nem. Őrület, Payet lő. Ezt megblokkolják. Hát Ruiz Silva tényleg hihetetlen a mai meccsen. Fekir. Rodriguez. Veretu szerzi meg. Na még talán egy Marseille helyzet belefért volna az első fél időbe. Veretu azonban nem is szorta. Egy úttal a labdát. Iglesias. Fekir. Hát ő ugye francia csapatot szomoríthat franciaként ma. De egyelőre nem az ő gólja dönt, hanem Iglesiasé, mert Fekir még nem is talált ma be. Canales. Jó becsúszás. És akkor itt a vége az első félidőnek az E-konferencia liga döntőjében Rómában. Marseille Betis 0-1, Iglesias góljával vezet a Betis. Sokkal több helyzete volt a Marseille-nek, de a Betis kapusa Ruiz Silva bomba formában véd. Úgyhogy nagy kérdés, hogy a Marseille hogyan tudja majd ezt az eléggé stabil Betis védelmet feltörni, hiszen a 9. perc előtt Iglesias góllal vezetnek a sevillaiak. Eléggé árulkodó a félidei statisztika. 9-2 az összes lövés aránya. A Betisnek mindössze 2 lövése volt, de egy gólja, a Marseille meg 9 lövésben nem tudott gólt lőni, és akkor még nem is vettük ide azt a két lövést, ami lesről született, de mind a kettőt védte a kapus. Mind a két csapat cserélt többet is. Rodriguez Carvalho helyre jött, Morenót Miranda váltotta. Mind a két oldalon 3 csere a szünetben. Carvalho közben helyzetben már is, és óriási védés, Ruben Blanco. Na most hosszú idő után megint volt a Betisnek helyzete. Fekir szöglete. Jó a fejes, a gólvonalról egy nagy mentés. És még mindig ott a labda, Carvalho nem tud fejelni. Bartra, ő lefejeli inkább, Canales. Jól kezd a Betis a második fél időben. Suárez. És most a túloldalon is kellett most ezúttal Blanco védése. Ő spanyolként van most a spanyolok ellen, Luis Suárez. Payet. Suárez. Veretu. Harit. Jó labdát kapott, Harit gól helyzetben, Bakambu gól! Ott az egyenlítés, nem tudta Ruiz Silva kapott gól nélkül lehozni. Bakambu gólt szerez a döntőben is. Akárcsak Iglesias, 57. perc. Egyenlít a Marseille, és megérdemelten. No, most az utóbbi percekben a Betis góljaért ezt kihasználta a Marseille, és a csereként báló Amin Harit gólpaszt ad a döntőben, Bakambu pedig újra betalál. Gólt lett ugye a Wolfsburg ellen is, a West Ham ellen is, és most a Marseille ellen is, Cedric Bakambu. A két csatár, Iglesias és Bakambu, ők szerzik a döntő góljait eddig. Suárez Bakambunak jelenleg hosszabbításra áll az LKL döntője. Harit viszont most fordíthat rögtön a Marseille. Nem fog egyelőre, Ruiz Silva, Szabali. Fekir nem nyitott el hozzá, Klaus, Gendouzi. Tovább megy a labda, Suárez fordul le, Ruiz Silva tolja szögletre. Szemmel láthatóan ideges Ruiz Silva, nem csoda.
Miközben a szöglet, Rui Silva nem merte fogni. Uha, most meg elüti aztán. Aztán kijön a kapujából, Veretú, üres a kapu. Suárez, nagy mentés. Hát most nagy butaságot követett el, viszont ezen a meccsen amúgy parádézó Rui Silva. Joaquín messziről ível egyet kapura. Végül ez így Blancóé. Váratlan megoldást húzott Joaquín. Hát hogyha ilyen góllal szerezte volna meg a vezetést a Betis. Ez tényleg óriásit ment volna. Hát azért nagyon mondjuk a gólhoz ennek az emelésnek köze nem volt. Veretú. Suárez. Visszaszerzi a labdát Miranda. Ő is megpróbálja. Hát ez még rosszabb volt. Blanco, ez lehet, hogy inkább Iglesiasnak akart egy felívelés lenni, nem tudom. Mindennek rossz volt ez a Miranda próbálkozás, úgyhogy teljesen mindegy. Carvalho Szabadinak. 72. percben vagyunk már itt az LKL döntőjében. Iglesias tovább, Fekirlő messziről, na ez jó volt! Ruben Blanco védése is szép volt. Nyert a szöglet, Fekir. Pedzella, nem tudott fejelni, Canales, ő meg hú, de eltörte, de ívelésnek mondjuk jó volt, Bartra. Ez a fejes meg nem tudom hova akart venni, Genduzi. Fekir csúszik be, de nem jól, Genduzi még mindig tovább tudja hozni. Az utolsó negyed órán belül vagyunk már a rendes játékidőben. Marseille Betis 1-1 az konferencia liga döntőjében. Suárez szór el egy labdát, Carvalho, Fekir. És bizony ebből ott lehet a gólhelyzet majd a Betis előtt, Iglesias. Balerdi mellett tolja meg Iglesias. Balerdi nem tudja szerelni. Iglesias, még mindig ott a gólhelyzet, és a gól nincs ott. Blanco fogja meg a gólvonal előtt a labdát. De előtte már mit védett annél az Iglesias lövésnél. Ezt megúszta most a Marseille, és Luis Suárez is, aki eladta a középpályán a labdát, mert abból alakult ki ez a helyzet. Payet, nézzük a kontrát, Klaus. Genduzi. Veretú. De összességében egy nagyon színvonalas, nagyon jó kis döntő ez itt az E-konferencia ligában. Suárez helyzetben. Tovább, Genduzi, még egyen, tovább vitte mellé. Ebben több volt most. Genduzi megpróbálta eltenni Rui Silva mellett, az összejött, csak jóval a kapu mellett is elpasszolta. Fekir, de szabad rúgás lesz. 87. perc már. Lehet, hogy lassan készülhetünk a 2x15 perces hosszabbításra, ha csak nem lesz valami dráma és eldönti valamelyik csapat ezt a meccset. Veretú kapott sárgát, emlékezhetünk, hogy őt ugye az Arsenal elleni 8-döntő visszavágóján ki is állították, akkor ugye 2-2-t játszott a Marseille, és a hosszabbításban tudtak tovább jutni. Guardadóhoz nem jutott el a labda, visszaszerzi Fekir, Guardado lőhet messziről, gól! De milyen szép találattal szerez vezetést a Betis. A 91. percben Guardado. Nem volt még gólja az idei egyenes kieséses szakaszban, csak ez az egy, ami lehet, hogy a döntőben a győztes gól. Fekir itt visszaszerzi a labdát, aki így, bocsánat, Iglesias, aki így gólpasszad. A gólja után és Guardado bombájával vezet a Betis. Egy perc maradt a Marseille-nek egyenlíteni a döntőben. Ezt nem lehetett kiszedni a Ruben Blancónak. Óriási Guardado gól. 1-2, és nincsen tovább. Véget ér az E-konferencia liga döntőjeit Rómában. A Real Betis 2-1-re legyőzi az Olympique Marseille-t, és a Marseille elmenetelt a döntőig, de nem tudta azt megnyerni, és véget ér számukra vesztesen az idei E-konferencia liga szezon. A Real Betis pedig hát végül nem talált legyőzőre. A csoportkörben indult a Betis idei európai kupaszezonja már itt az LKL-ben, és végül elmenetelt oda a Betis, és hát összességében mi magyar szurkolók is mondhatjuk azt, hogy hát így belefér a Molfehérvárnak az, hogy a 8-döntőben a Betis ellen kiesett, hiszen végül a végső győztes ejtette ki a vidit a 8-döntőben. Azok után, hogy tavaly a Real Madrid nyerte meg az E-konferencia ligát, egy évre rá most a Real Betis, a két E-konferencia liga győztesünk, tehát egyaránt egy spanyol csapat. Marseille Betis 1-2, tehát a Real Betis lett a végső győztes, és nyeri még az E-konferencia ligát, és vesz részt majd jövő januárban a Football TV All-Star tornán története során először. 2023-ban, tehát E-konferencia liga győztes, a Real Betis együttese. A végén két francia csapatot ejtett ki, a Betis, a Lille-t, majd most a Marseille-t itt a döntőben, de hát megérdemelten jutott el ide a Marseille, de a Betis is természetesen, és hát végül a Betis akarata érvényesült jobban ezen a meccsen, és a Betis tudta ezt a döntőt behúzni, ami rendkívül színvonalas volt, rendkívül izgalmas volt, és a végén egy 91. perces Guardado góllal nyer a Betis, és hát ki más, mint a csapatkapitány lőtte volna ezt a bombagolt, amivel a Betis konferencia liga döntős, és a győztes gólszerzője Guardado emeli magasba itt is a trófeát.
és ünnepelhet Rómában a Betis. A sevillai alakulat, aztán majd meglátjuk, hogy Sevillában meg majd ünnepelhet-e esetleg a Róma, ahol most itt ezt a döntőt rendezték, hiszen Róma Aston Villa döntő lesz majd az Európa Ligában. Mehet a tűzijáték is, és mehet az ünneplés. 2023-ban tehát E-konferencia liga győztes a Real Betis, története során először. A második LKL sorozatot nyeri meg a Betis, úgyhogy én köszönöm szépen a figyelmet, ezzel a képsorokkal búcsúzom. Marseille Betis 1-2, ez a döntő végeredménye, LKL győztes tehát a Betis együttese.